világ egy hatalmas színjáték, és az ellenség a satán, a háttérből irányítja a szálakat és a karaktereket. Erre az egyik legjobb és legnagyszerűbb példa az, hogy mindig ugyanaz a stratégia, ami végigvonul az egész történelmünkön. Rend a káoszból, ordó ab keo. Ez pedig egy szabadküvösen jelkép, természetesen a kétfejű sas, maga a sas, képviseli a főnix madarat, ami a poraiból meg, megújulva rendet teremt, ugye a káosz, a halál, és abból keletkezik a rend, akár csak a nap, hiszen az egész világ egy napkultusz, minden, mindenki, aki tagja az elitnek részese ennek a luciferista, sátánista mozgalomnak akarva, akaratlanul, és tetszik vagy sem, Oroszország, ugye ez az orosz nemzeti jelkép, ugye a kétfejű sas, ez pedig a szabadköműves rend a káoszból, címen a fordított háromszöker, illetve a 33-as szám, a skót rítusú szabadköművességnek az egyik jelképe, ez pedig az orosz zászló. Ez azt hiszem, hogy még. Azok, akik kicsit lassabbak, azok is egyértelmű kell, hogy legyen azok számára. Nézzük meg a lényeget, azonban Newsy arról számol be, hogy a hidegháború óta nem költöttek ennyi pénzt fegyverkezésre az országok. Ez egy eh, svéd cég felmérése alapján készült. Az elmúlt öt évben annyi tranzakciót hajtottak végre, mint a amennyit a hidegháború utolsó éveiben és hogy mennyire együtt dolgoznak az országok, az Amerikai Egyesült Államok exportálta egy harmadát ezeknek a felszereléseknek. Szóval az Amerikai Egyesült Államok gyakorlatilag felfegyverzi az egész világot erre a háborúba, amiben ő az, aki nagy valószínűséggel alul fog maradni a végén. Azonban az összes katonája az országon kívül van, a káosz után az, a több ezer, több mint ezer támaszpont lesz az alapja az új világrendőrségnek és a katonaságnak. Miközben az Amerikai Egyesült Államok felszereli a világ összes országát, hogy elpusztítsák őt és egymást, és készen áll átvenni azt a helyet, a világrendőrség pozícióját, amit betölt most, csak akkor a, a világkormány, az új világrend rendszerében. Ezen fegyverek fele, a tranzakciók fele a közel-keletre irányult, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen szó szerint a saját ellenségeit fegyverzi fel. Úgy, hogy mindeközben arról beszél, hogy a nato hogyan támogatja és hogyan segíti a világot, és az emberek úgy, hogy ezek nyilvános adatok nem hajlandók észrevenni azt, hogy mi az, ami a saját szemük előtt zajlik. Az, hogy a nyugat kitalálja ezeket a csoportokat, felfegyverzi őket, létrehozza őket, stratégiailag támogatja őket, és ezzel növeli a keresletet a saját termékeire, amik egyik része a, ugye a hadipari terméke. Egy hatalmas üzlet, és üzletet csinálnak abból, hogy kiépítik az új világrendet. Ez az, ahogyan az ellenség motiválja az embereket arra, hogy különösen azokat, akik, akiknek hatalom van a kezében, hogy részt vegyenek ebben az egészben. Akarva, akaratlanul, tudatosan vagy tudatlanul az ő céljait szolgálják. Szaudarábia arábia és az Egyesült Arab Emirátusok a legnagyobb ügyfelei az Amerikai Egyesült Államokban, Államoknak ebben a, az egész tranzakcióban, és ami azt jelenti, hogy nem csak az ő saját szövetségeseit támogatja, hanem azoknak az ellenségét és a saját ellenségét és az európai szövetségeseinek az ellenségeit is. Gyakorlatilag tudják, hogy mit csinálnak és együtt dolgoznak. Ez az, amiről beszélek már több mint fél éve, és a bizonyíték ott van mindenkinek a szem elő. Ugye a hír arról szól, hogy az elmúlt öt évben megduplázódott Szaúd-Arábia fegyver importja, ami azt jelenti, hogy 212%-kal növekedett 212 az 5, 2012 után 212 az 5, az elmúlt 5 évben, ahogy mondta, az 5, 5, 5, tehát még arra is van idejük, hogy ezt lekódolják azok számára, akik értik, és azok számára, akik nem ért. Arábia világ második legnagyobb fegyver importőre, India után. Tehát azok a régiók, ahol a legnagyobb káosz lesz, ugye maga a kelet, a közel-kelet, illetve a kelet, India, Pakisztán, Kína, Japán, ahol a legnagyobb problémák vannak, ugyanígy, ugyanígy a közel-kelet természetesen is a, a muszlim államok, Szaudarábia, Jemen, Szíria, Líbia, Irán, Afganisztán, Irak, és a többi, és a többi. Ezek azok a régiók, ahova a legtöbb fegyvert próbálják eljutatni, hiszen hiszen ott lesz a legnagyobb probléma, és ezt is akarják. Mindeközben az Amerikai Egyesült Államok a világ legnagyobb fegyverexportőre, és az egy harmadát a fegyverkereskedelemnek ő szolgáltatja. Izrael a hetedik legnagyobb fegyverexportőr, és 2,2%-áért felelős a világ fegyverexportjának és termelésének. Most a szabályzásokat illetve a regulációt megpróbálják feloldani, illetve könnyíteni, hogy még jobban serkentsék ezzel az ipar. Effektíve ezzel is olajat öntenek a tűzre. Csak a tavalyi évben 10%-at nőtt Izraelnek a hadépara. Akinek ez nem szúr szemet, hogy az az ország, amelyik arra panaszkodik, hogy, hogy folyamatos fenyegetettségben él, annak ellenére, hogy ő az egyik legnagyobb agresszor a régióban, és természetesen a háttérből mozgatja a szálakat, mind a, a hazugságokkal, azzal az ISIS, iszlám állam, Hezbollah és az összes állami céggel, amit az Amerikai Egyesült Államok, Izrael és a nyugati országok felállítottak. Ő az, aki a fegyvereket eladja azoknak az országoknak, akik aztán őt fenyegetik így neki is fegyverkeznie kell, így ő még többet tud eladni. Ez az egyszerű képlet, ami minden iparban tulajdonképpen jelen van. Ugyanúgy, ahogy a védőoltások betegeket generálnak, ugyanúgy, ahogy a krónikus betegségeket egyre több gyógyszerrel kell kezelni, ugyanúgy, ahogy az oktatás ostoba embereket gyárt, ugyanúgy, ahogy a média tudatlanságban tartja a világot, vagy a tudomány hazugságokkal, manipulálja a közönséget, stb. stb. Minden az egész világ egy hazugság. Ez az, ahogyan az ellenség működik. Aki erre rájön, az megérti a világot a többi, meg el fog benne tévedni, és egész egyszerűen nem érti meg soha, hogy mi miért történik igazán. Mindeközben Kína szigeteket, mesességes szigeteket és azon bázisokat épít a dél-kínai tengeren. Több mint két tucat bázisról van szó, ami föld-levegő rakétákat fog többek közt a kínai hadsereg rendelkezésére bocsátani, ami óriási probléma nem csak Japán, hanem az összes környező ország számára. Ugye elsősorban Dél-Korea, Japán az, aki ez ellen felszólalt, de az Amerikai Egyesült Államok is hiszen pontosan ez a lényeg, hogy minél nagyobb káoszt generálnak, és az összes országot be tudják vonni abba a háborúba, ami hamarosan lezajlik majd. A világ egy színház, és mint minden jó színdarabban, ebben is úgy tűnik, hogy vannak jó és rossz karakterek, azonban a nap végén az összes színész együtt mulat és ünnepli a sikert. Ugyanez az, ami lezajlik a szemünk előtt. És azok, akik látják azt, hogy mi történik, akiknek van szemük ahhoz, hogy az igazságot meglássák, azok pontosan tudják, hogy mire megy ki a játék. Remélem hasznosnak találtátok mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatatok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtuk itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!